Sziasztok! Ez lesz a Shopify általános beállításait, tehát a Settings menü alatti beállításait fogjuk végvenni. Az első az a General, ez éppen pár nappal ezelőtt változott, meg Store-ról Generalra van néhány újítás a Shopify adminban. Az első pont az a, a store az alapadatai. Nagyon fontos, hogyha a store a neve. Um, nem a KFT neve, hanem mondjuk csak egy ilyen Test Store vagy bármi más ö, számokból álló név. Ez megjelenhet akár notifikációs e-mailekben, hogyha nincs a brandhez logó feltöltve, tehát nincsen minden adat felvíve és beállítva, akkor ezeket az adatokat fogja venni és ezeket az adatokat fogja felhasználni. És ez így látható lesz, akár az itt meg nem adott telefonszám, az shopnak a neve és az e-mail cím azoknál az e-maileknél, amit rendszerüzenetként fog kiküldeni a Shopify, tehát ezt érdemes átírni. A számlázási címet azért érdemes beállítani, mert a számlázási címnek kiválasztott országtól függ például az, hogy a Shopify Payments elérhető-e vagy sem, ami viszont befolyásolja azt, hogy például a currency, a, tehát a valutaváltás alapvető beépített Shopify modulja működik-e vagy sem, mivel Magyarországra még nem elérhető a Shopify Payments, ezért um, ez itt nem fog. Viszont um, ez is fontos információ, hogy ki legyen töltve, hiszen a Google összekötésnél a Google is nézi a, a, az elérhetőség és egyéb adatokat. A következő blokk azok az alapbeállítások, úgy mint az idő zóna, amit ki lehet választani, hogy milyen idő szerint mutassa például a rendelési időket, a rendelések mikor történtek, azt a beállított időzóna szerint fogjuk látni, illetve azt, hogy mi centiméterben vagy incsben szeretnénk ugye a mértékecségeket megad, megadni az, az illetve itt ugye kilogrammról van szó, és itt is a kilogramgram között lehet ugye választani, hogy a termékek súlyát majd miben szeretnénk mérni, és ez megint csak azért fontos, mert akkor a szállítást is ehhez kell majd igazítani. Itt látjátok, hogy meg lehet adni a, a, a valutát, és a marketeknél ezt külön lehet egyébként állítani, viszont. Az, hogy hogyan jelenik meg, a decimállal vagy sem, vagy ö, ö, egyéb formák is vannak, kb. 6-7 féle metódus van, ahogy meg tud jelenni, azokat itt lehet beállítani, illetve, hogyha valaki össze szeretne nagy forint per darab, azt is ugye itt szoktuk átírni, azt viszont utána a currency váltásnál ugye problémás, tehát én ezt itt mondjuk nem javaslom, ezeket pedig, hogy milyen kódok vannak, azt pedig egy külön fejlesztői oldalon lehet elérni, de az a lényeg, hogy er, itt, erre van lehet, itt van lehetőség a currency megjelenési formájának a beállítására. A következő blogban azt tudjuk állítani, hogy a rendeléseknek milyen előtagja, illetve utótagja legyen. Például beállítom, hogy a Hello rövidítése legyen az előtag, a HS, az utótag pedig például, hogyha egy magyar sopról van szó, szóval akkor legyen HU, és akkor láthatjátok is, hogy így fognak kinézni a rendeléseknek a számai. A következő profiban lehet beállítani néhány rendeléshez kapcsolódó a kérdést. Ilyen például az, hogy amikor a pénztárhoz jut a felhasználó, akkor legyen egy plusz egy lépés, amikor neki jóvá kell hagynia a rendelést, vagy ne legyen ilyen, és tényleg ilyen egyoldalas fizetési mód legyen. Ez az alapbeállítás, én ezt javaslom. És utána van egy ilyen lehetőség, hogy ha olyan termékeink vannak, hogy csak giftkárdok, -ok, vagy digitális termékek vannak, akkor ugye automatikus lehet a fulfillment a rendelést követően, de alapvetően ez is ugye offon van, tehát automatikusan nem kerül kiszállításra semmi. Van még egy automatizmus, mégpedig az, hogyha fulfill levelet, tehát ki lett szállítva, szállítottnak van jelölve a rendelés, akkor ő automatikusan archiválja azt a rendelést, ez így rendben is van. Um, itt lent uh, egyéb dolgok uh, vannak, például itt lehet megnézni a Store Activity Logban azt, hogy bocsánat, egy mentést kell tenni először, ugye, mert már megadtuk a rendelésnek a, az elő és utótagját. Tehát például itt meg lehet nézni azt, hogy a, a, ki mit csinált a store és mikor. Nem annyira részletes ez, tehát nem tud minden tevékenységet kilistázni, de arra jó, hogyha valaki valamit elállított, vagy valami történt, ami nem tudjuk, hogy miért történt, és akkor meg lehet nézni, hogy valaki nem állított el valamit, aminek a következménye lehet egy másik megjelenésbeli probléma, ilyen előszokott fordulni. A Brand Assets, amire még felhívnám a figyelmet, ezt azért érdemes beállítani, mert el, ugyanígy a notifikációs e-mailekben is alapvetően ezt fogja használni a, a Shopify. És ezt már be is tette, hogy a négyzetesnek is ez a megfelelője, mert ide ugye fel tudunk tölteni egy szélesebb, hosszúkásabb logót, ide egy négyzeteset, és akkor ezután van szükség az oldal szinkódjainak a megadására, amiket ugye ezekben az e-mailekben szeretnénk, hogy használjon a rendszer, nekem én ezt figmámból fogom most uh, kivenni, tehát például nekem a primary colorom ez a lila ennek ő be is tesz szépen egy fehér kontrasztot, viszont én beteszek még egy második uh, szint is uh, például ezt a másik lilát bár mondjuk lehet inkább a sötét kéket tenni és így még feltölthetek egy képet, amit szeretném, hogy használjon, ugye amikor megoldom a, megosztom a weboldalt, akkor ez a kép jelenjen meg, 1920x1080 pixeleset szoktunk ide feltölteni. Érdemes lehet egyébként a fő banner képünket itt feltölteni. Meg lehet adni a szlogenünket, illetve a rövid leírásunkat, ami azért jó, mert a Google ezt is fogja nézni, de igazából ez is a... a notifikációknál és egyéb megjelenéseknél kerülhet elő, mint megjelenés, úgyhogy ezért uh, itt arra, uh, erre érdemes figyelni, valamint kitölthetjük a social linkjeinket, tehát létrehozhatjuk a Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, stb. linkeket, amiket utána tudunk uh, a megjelenésben is mindenhol használni, e-mailekben is ezt át tudja venni, a láblécben szokták ugye megjeleníteni őket, úgyhogy ezt, hogyha itt be van állítva, akkor mondjuk 3-4 másik helyen nem kell már beállítani. És akkor ez volt az alapbeállítás. Ja igen, mindig mentsünk. Visszatérve, itt már mutatta is utána, hogy melyik alkalmazások fogják még ezt a megjelenést ugye használni, és itt van egy ilyen checklistünk is, hogy mi mindennel vagyunk kész, hogy ezt érdemes uh, updateálni. Jó, tehát ez lenne az általános alapbeállítása a Shopify-nak.